A beruházó cég vezetése biztos abban, hogy az utolsó akadály is elhárulhat az északi áramlat 2 gázvezeték megépítése elől. Az Oroszországból induló és Németországban végződő csővezeték 16 kilométeres szakasza Dánián keresztül vezetne. Ehhez két lehetséges nyomvonalat is kijelöltek, a dán hatóságok azonban még nem adták ki az építéshez szükséges engedélyt. A projekt szóvivője szerint azonban hamarosan ez is meg lesz, és évvégéig elkészül az 1200 kilométer hosszú gázvezeték. Szeretném hangsúlyozni, hogy a folyamat ebben a pillanatban is a tervek szerint halad. Két lehetséges nyomvonal van, és nagyon jó okunk van arra, hogy megkapjuk Dániától az engedélyt, mondta Jens Müller, az északi áramlat 2 szóvívője. Az orosz földgázszállító vezeték építéséhez az orosz fél mellett Finnország, Svédország és Németország is hozzájárult már. Nem a dán engedély megadásának időpontja volt azonban az egyetlen nehezítő tényező. Korábban az Európai Unió szabályozása is hátráltatta a munkálatokat, és több európai ország, illetve a szintén gázkereskedő Egyesült Államok is aggodalmát fejezte ki, hogy a vezeték csak erősíti a függőséget az orosz energiahordozótól. Washington emellett azt is kilátásba helyezte, hogy szankciókat vezet be a gázvezeték építésében közreműködő európai cégekkel szemben.